A Fönix Televízió mai napig készít olyan helytörténetű vagy helyismereti műsort vagy sorozatot, amely Tiszafüred, a Tiszató vagy a térség történelmét, természeti értékeit, érdekességeit dolgozza fel. A 2003-ban készült 8 részes sorozatban Mohácsi Miklós helytörténeti kutató tartott előadásokat településünk történetéről. Most a sorozat első részét láthatják, kedves nézőink! Tisztelettel köszöntöm a Fönix TV nézőit abból az alkalomból, hogy a televízió helytörténeti sorozatot indított. Ebben én örömmel veszek részt legalább két okból. Az első ok az, hogy már 5-6 éve azon kínlódom, munkálkodom, hogy Tiszafüred történetének ezt a szakaszát, tehát a keletkezéstől 1871-ig írásba foglaljam, összefoglaló írott áttekintést adjak erről, amely íromány tulajdonképpen szakmai szempontból megfelelő, bírálható és értékelhető. Ennek első része már mintegy 2 évvel ezelőtt meg is jelent, és most dolgozom azon, hogy a második részét, mintegy ennek a folytatását megvalósítsam. A másik oka az, hogy bármennyire is le van írva mindez, azért a közérdeklődés csak elevenebb és élénkebb akkor, hogyha élőszóban történik ezeknek a dolgoknak a bemutatása, az ezekről történő tájékoztatás. Az írott munka ugyanis bizonyos terjedelmi és szakmai okok miatt, bár én törekszem rá, nem lehet annyira olvasmányos, így az élőszóban történő ismertetés mindenképpen nagyobb közérdeklődésre tartott számot. A sorozatunkban az első téma Tiszafüred elnevezése és keletkezésének körülményei. Az az igazság, hogy erről kevés remény van arra, hogy írott forrást találjunk. Először tulajdonképpen Taricki Endre fogott ahhoz hozzá, hogy a kezdetektől leírja, összeállítsa azt, amit Tiszafüred történetéről tudni lehet, de akkoriban ez még a források rendkívüli hiánya miatt nem nagyon sikerülhetett. Ő Anonymus írására támaszkodott, és hát ezzel kapcsolatban merült fel az a gondolat, amit később tett is követett, hogy Tas és Szabolcs vezérek itteni honfoglaláskori átkelésének emlékére emlékoszlapot állítsanak. És az is nyilvánvaló és köztudott, talán sokan is ismerik, hogy Tiszafüred határában néhány név, halmok neve, császárhalom, királyhalom, csákhalma, stb. Ennek az emlékét őrzi. Én azonban, amikor ezzel a dologgal foglalkozni kezdtem, lemondtam arról, hogy Anonymus munkáját követve próbáljam ezt a problémát megragadni. Szerencsére ezelőtt 15 évvel már közkézen forgott Györfi György munkája, az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Nos hát ebből volt célszerűbb inkább kiindulni, amikor arra gondoltunk, hogy Füred állapotait a kezdetekben megragadjuk, hiszen ez a munka viszonylag részletes képet fest a környék településeiről.
Azt kell mindenképpen elsősorban tudni, hogy a manapság is gyakran emlegetett állapot, hogy Füred bizonyos mértékig perifériális helyzetben van, az már a honfoglalás korában eldőlt. Az volt a helyzet ugyanis, hogy településünk déli határát még a honfoglaló Árpád törzs szállta meg, viszont északi határrészeink már nem hozzájuk tartoztak, hanem a három egyesített Habar törzs szállásterületei voltak. Most, hogy ezt szemléletesebben is meg tudjuk világítani, arra van szükség, hogy az akkori vízrajzi állapotok lényegét rögzítsük. Elsősorban azt, hogy mi a viszonya Tiszafürednek a Tiszához. Tiszafüred ugyanis egy olyan hordalék kúpon épült, lényegében a tengerszint feletti magassága 80-90 méter a tengerszint fölött, olyan hordalékkópra épült, amit az ős Sajó és az Eger folyó hordott össze. A Tisza akkor még itt sem volt, ezen a vidéken, csak később, mint egy 4000 éve jelent itt meg. De akkor sem a Tisza jelenleg is látható fő ága, hanem egy mellékág befolyásolta az itteniek életét. Ezt a mellékágat foknak, régebbi térképeken Körösfoknak nevezték. Ebből származik a fokpart, part alja kifejezés. Hát az itteniek nyilván tudják, hogy melyik részéről van szó a városnak. Lényeg az, hogy ez a bizonyos fok vagy körös fok egyek alatt szakadt ki a főágból, és a jelenlegi tiszafüredi főcsatorna nyomvonalán haladva lényegében belemart ebbe a bizonyos hordalékkúba, és hát a jelenlegi szabad strand területén tért vissza a Tisza főágába ez a mellékág. Tulajdonképpen ennek a torkolatát nagyjából mutatja az itteniek szerint Kis Hídnak nevezett objektum, azon a tájékon tért vissza a Körösfok a Tiszába. Egy szóval ez az a vízfolyás, amely a fürediek életét befolyásolta. Akár halászati, akár közlekedési szempontból inkább erről a mellék ágról, erről a hajdani Tisza szakaszról van szó, mert a Tisza mostani fő folyás iránya és a tulajdonképpeni folyó távol volt a mi középkori őseinktől, és egyébként is Örvényi, Poroszlói, Bábolna és a többi lakosok birtokolták és használták azt például halászat szempontjából is. Ugyanakkor ez a bizonyos Körösfok, mint mondottam, mellékág volt, és még talán ma is látható az, hogy hatalmas erővel ostromolta ezt a bizonyos hordalékkúpot, melyen városunk, településünk létesült. Ha valaki lemegy a piacra, ma is láthatja, ha visszatekint a lemenés után, hogy bizony szakadó partra emlékeztető szakaszai vannak itt a tájnak. És hát mivel ez folyóvíz volt, kezdetben dinamikusan folyóvíz, a 18. század végére persze hát lelassult, de mégiscsak folyt. Tehát mivel folyóvíz volt, bizony több helyütt át is szakította ezt a hordalékkúpot,
és hát vagy folyóvíz formájában haladt át a településen, többnyire pedig vízállásokat hozott létre. Úgyhogy Tiszafüred legkorábbi területe ezzel kapcsolatos. Talán a környék legkisebb területű települése volt kezdetben, mert a fogparton kívül a legszűkebben vett belterület tartozott hozzá, és aztán a téglagyártól távolabbi területeken tulajdonképpen a fog alkotta a határt, és a fürediek számára adatott élettér az a réten volt, pontosabban a rét egy részére terjedt ki csupán. Úgyhogy ez volt az a terület, ahol a 12. századtól, másképpen szólva, a 1100-as évektől a füredi lakosok megtelepedhettek. Visszatérve most már erre a bizonyos dologra, hogy is állunk itt a szállásterületek szempontjából, azt lehet mondani, hogy a rét területe, az előbb említett füredi határ tulajdonképpen már nem tartozott az Árpád törzs szállásterületéhez, ezt kabarok uralták. Erre még ma is két helynév utal, az egyik a Pere, a másik a Szajla. Ezek mindegyikéről kideríthető, hogy ótörök eredetűek, valamint azt is fel lehet fedezni, hogy Pere és Szajla nevű települések ettől a helytől mintegy 60 km távolságban ma is léteznek. Feltételezhető esetleg az, hogy ebben az időben, a megtelepedés előtti időben szállásváltás céljából keresték fel a Tisza mellékét, majd innen hegyvidéki legelőkre vándorolva évente periódikusan felkeresték a távolabbi vidékeket, majd újra visszatértek ide, mert ez a terület, amely hát a mi rétünk, ez téli szálláshely szempontjából rendkívül alkalmas volt. És hát ahhoz az életrendhez alkalmazkodott, amit honfoglaló őseink gyakoroltak. A körülöttünk lévő települések aztán a későbbiek során tipikusan mutatják azt a képet, hogy vannak birtokközpontok, fejedelmi, királyi, királynői birtokközpontok, melyek köré szolgáltató népeket telepítettek. Így például Tiszafüred jelenlegi déli határában egy azóta teljesen feledésbe merült falu, Komját létezett, itt királyi tárnokok éltek, akinek feladata az volt, hogy gabonát termesszenek és különböző más élelmiszerekkel lássák el ezeket a bizonyos fejedelmi, később királyi birtokközpontokat. Azután Kócs szintén ilyen szerepet töltött be, illetve Szekeres. Majd a Tisza partján például Halász, Mohágytő halászatáról volt nevezetes, illetve hát hallal szolgáltak az udvar számára, sőt Nána táján királyi lovászok ott létéről tudunk, sőt még szurokfőzők is előfordultak, akik hát lényegében a hajók, csónakok készítésében játszottak szerepet az akkori időkben. Lehet mondani, hogy Tiszafüred ebben az
időszakban viszonylag a legjelentőbb tévtelen település volt, mert például hozzánk képest Poroszló, vagy Egyek, esetleg Kócs kétségtelenül korábban létesült és jelentősebb települések voltak. Hogy ebbe a szolgáltató népi hálózatba Füred hogyan kapcsolódott be, azt a neve mutatja a leginkább. Az a helyzet ugyanis, hogy Tiszafüred neve a Fűri szóból származik. És ennek a szónak a képzett alakja, a D képző, Fűr, Füred, Fűriben gazdag tájat, vidéket jelent. Lényegében úgy képzelhetjük el Füred legkorábbi életét, hogy az Eger-patak mentén nem messze, mint 10-12 kilométerre légvonalban tőlünk létezett Ráboly, amely kimondottan, mondhatnánk bizonyítottan királynői udvarhely volt. Hát ehhez kapcsolódhattak az előbb említett települések, a tárnokok, a szurokfőzők, a lovászok, stb. És hát Füred szerepe ebben minden bizonnyal, minden valószínűség szerint az volt, hogy vadász területként vették számításba. A fűriek húsa még inkább tojása kedvelt alapanyaga volt az akkori étkezésnek, és nyilván ebből a szempontból volt értékes, és tudjuk azt, hogy ez a terület már mint Füred legszűkebbvel területe, és a rét az királyi tulajdonban volt, nem került magántulajdonba, mint például a déli határrészen már említett Komját, mert ezt a 13. században már a Tomaj nem birtoklásában találjuk. Füred királyi birtok maradt, és hát úgy tekinthetjük, hogy kezdetben talán nem is volt arra szükség, hogy ezt a területet benépesítsék. Vadász területnek használhatták a legkorábbi időben feltehetően. Később került arra sor, hogy népességgel is ellássák. Különösképpen akkor, amikor ez a terület a királyi birtok státuszából egyházi birtokká változott, a váradi püspöknek adományozták Füredet. Na most ebből fakad az aztán, hogy a környező településekhez képest aztán eltérő volt a fürediek helyzete és állapota. Visszatérve azonban az elnevezés kérdéséhez, még időzzünk talán ott néhány percet, hogy más magyarázatok is léteznek Füred elnevezésére. Amit én mondottam, ez tudományosan a leginkább elfogadott nézet. És hát ha a középkori földrajzi viszonyokat nézzük, akkor körülbelül 8-9 Füred nevű település volt az egész történelmi Magyarországon. Ebben az említett képzett alakban, hogy Füred, három, a miénken kívül Kaposfüred, amely ma már beolvad Kaposvár belterületébe, illetve Balatonfüred. Az összes többi Füred nevű település Fűrnek hangzott, ma úgy mondanánk, hogy Fűri. Fűriként nevezték el őket. A leginkább köztudott és a köztudatban is szereplő származtatása Fűrend. Hát ez lényegében valóban értékes hagyomány, és a 18. század tájára megy vissza, amikor a török idők után újra népesebb településé vált Tiszafüred.
És hát 1864-ben a városi jegyző egy kérdésre válaszolva azt felelte, hogy mivel hát ez legelőkben, rétegben igen gazdag terület, valószínűleg a fűrendtől kaphatta a nevét Füred. Na most hát ez azért nem számítható tudományos magyarázatnak, mert hát a forrásokban, oklevelekben szereplő alakja Füred, ez tehát képzett szó, ha fűrend lenne, akkor az összetett szó, tehát a fű és a rend összetételéből származna. És itt többek között az a legnagyobb probléma, hogy a rend szó, mint a lepaszált fű alakzatára vonatkozó elnevezés csak a 16. századtól létezik. A jelenlegi nyelvészeti irodalom tehát azt mondja, hogy a rend szó ilyen jelentésben való előfordulása az 1500-as évek előtt nem volt meg. Így, mivel a mi településünk első okleveles említése 1273 volt, tehát a 13. századból való, kizártnak tekinthető, hogy eredetileg fűrendenek nevezték volna Füredet. Arról nem is beszélve, hogy magának a rend szónak az N hangzója miképeshetett ki közben. Tehát annyiban maradhatunk, hogy biztosak lehetünk abban, hogy a fűri szóval származik a mi településünk elnevezése. Ugyanakkor van még egy dolog, ami az elnevezéssel kapcsolatban szóba jön, ez pedig az, hogy fürdőhely elnevezés, fürdőhely jelentésűnek is vélték egy időben a Füred szót, és hát ennek következményeként például Mátrafüred, Lillafüred, Tátrafüred így kapta az elnevezését. Ki kell még itt térnünk arra, hogy ha megnézzük Tiszafüred címerét, akkor ebben benne foglaltatik az, hogy Füred tulajdonképpen halászfalu volt, és hát a halasnapok hagyománya is lényegében erre megy vissza. Ez azonban voltak éppen a források vizsgálata alapján nem egészen igazolható, legalábbis azt kell mondanunk erről, hogy nem volt tipikusan halászfalu. Az valóban igaz, hogy első okleveles említés alkalmával halastaváról és mondjuk ennek jövedelméről esik szó. Bizonyára ez igen jelentős jövedelemforrás volt ekkor is és hát a későbbiekben is, de azt azért tudnunk kell, hogy emellett, halászati hasznosítása mellett igen fontos volt átkelő helyi szerepe. Györfi György azt állítja az Árpád-kori Magyarország történeti földrajzában, hogy Heves megyébe a Sót Füreden, Örvényen és Poroszlón keresztül keletről szállították. Úgyhogy a tiszai átkelésben Fürednek kezdettől fogva jelentős szerepe volt, mégpedig azért, mert bármilyen vízállás, tehát a legnagyobb árvizek idején is át lehetett vezetni itt a forgalmat, még akkor is, hogyha nehéz társzekerekkel szállították például a sót. Úgyhogy a fürediek elfoglaltsága ebben az időben már a váradi püspökség birtoklásának ideje alatt abból állt, hogy ezt az átmenő forgalmat valahogyan biztosítsa. Egyrészt mondjuk biztonsági szempontból, mert bizony akkor a só igen értékes árucikk, néha és abban az időben igen gyakran sóval is fizettek. Erre tehát vigyázni kellett, úgyhogy biztonsági szempontból is felügyelték az átkelés biztonságát, illetve hát a technikai részét, hogy megfelelő hidak, utak
haladjanak a rév felé. Úgyhogy ilyen kettős feladatkörrel voltak ellátva Füred középkori lakói, akiknek pontosabb számáról és közelebbi körülményekről nem nagyon sokat tudunk egészen a 15. századig. Felmerül még egy utolsó kérdés a kezdeti időkkel kapcsolatban, ez pedig a templom kérdése. Hát nagy szerencse az, hogy itt a szomszédunkban, Örvényen, de hangsúlyozom, hogy a középkori Örvényen komplett falut tártak fel, amely nem csak egy román stílusú templomot, hanem a körülötte lévő temetőket, a települést, az utakat is feltárta, tulajdonképpen 80%-os feltártság mellett dokumentálták a középkori Örvény állapotait. Na most ehhez tudni kell azt, hogy voltak éppen hol is volt a középkori Örvény. Azt kell mondanom, hogy nem messze a jelenlegi Szabadstrandtól. Ha durván meg akarjuk határozni, akkor lényegében a jelenlegi Csónak kikötőtől mintegy 7-800 méternyire lehetett az előbb említett templom, és hát körülötte a település. Na most Füred templomáról azt tudjuk, hogy ennek egy középkori részlete mind a mai napig fennmaradt, és a református templom délkeleti oldalán bárki megnézheti napjainkban is. 1982 táján egy renoválás alkalmával kerültek felszínre ezek a középkori részletek. Na most hát mik is ezek? Lényegében egy 12-14 méter hosszú falszakasz, két nagyon keskeny nyillású, kifelé bővülő, úgynevezett tölcsérbérletes ablak, amelyet akkoriban, mármint 1982-ben a renoválás idején félköríves záródásúnak mondottak. És ennek alapján néhány helyütt dokumentáltan is megjelent, hogy ez ennek alapján tatárjárás korabeli templom lehet. Én a magam részéről nem egészen értek ezzel egyet. Én ezt a bizonyos ablakzáródást az ívnél inkább csúcsívesnek látom. Azon kívül a feltárt és most fehérre meszelt falszakaszon megfigyelhetők a gótikus építkezésre jellemző támpillérek is, három vagy négy támpillér nyomai találhatók meg ezen a falszakaszon. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem építhették korábban, csak arra utal, ha ez valóban gótikus eredetet bizonyítottna, amit elmondottam, hogy átépítették. Gótikus stílusban átépítették. És erre bizonyos nyomok vannak is, ugyanis az egyik a füredieket megnevező névsorban egyébként meglepetésre Füred lakói között találjuk János kőfaragót. Hát akkoriban igen kevés kőfaragó mozgott és dolgozott ezen a vidéken. Úgyhogy ez a János kőfaragó nyilvánvalóan épített valamit itt, feltehetően a templom építésében vagy átalakításában részt vett, és nem csak ő, mert ugyanez a névsor egy dékán Miklós nevű ember itt létét is igazolja, és ennek a szónak a jelentése 10 céhbeli ember felügyelőjét jelenti. És arra is tudomásunk van, hogy Váradon ekkoriban már létezett egy iparosokat tömörítő szervezett céh, és feltehető, hogy ezek füredi megjelenése és itt léte nem véletlen, bár nagyon hosszú ideig nem igen tartózkodhattak itt, minden esetre ebben a névsorban dokumentált a nevük. Úgyhogy a templom kérdéséről összefoglalóan annyit lehetne mondani, hogy megnyugtató választ erre a kérdésre csak régészeti feltárás
adhatna választ, hiszen az épület megbontása nélkül is néhány méteres mélységben azért az alapokat illető információk és egyéb tárgyak elő kerülhetnének, na de hát ez ugye tudjuk, hogy mint minden manapság pénz kérdése is igen nehezen mennek ezek a dolgok, és hát mondjuk a jelentőségét nem történészek, hanem gazdasági szakemberekkel, hogy mérlegeljük.